Sziasztok! Is titeket egy nagyon izgalmas videó kezdetében, mert el is mondom nektek mindjárt, mondjuk ti már a címben, jaj ezen itt látom, ti már a címben biztosan tudjátok, hogy miről lesz szó, de azért elmondom még egyszer. Nagyon sokan kértétek, nagyon sokan akarjátok, rengetegen kerestek meg vele, ez mind ugyanazt jelenti, nyugi, hogy legyen Jánosi Gergős, tehát saját márkás cucc elérhető tőlem megvásárlásra ugye úgymond eredeti, nem az, hogy valaki otthon rávasalja a logómat a pólóra, és akkor hát ez Jánosi Gergős póló, nem. Arról beszélek, hogy tényleg eredeti általam úgymond tervezett pólókat szeretnék, vagy nem csak pólókat, ö, mit tudom én. Igazából pont ez a videó lényege, na, hagy, el is mondtam nektek, látjátok, mondtam, hogy elmondom. Szeretnének titeket megkérdezni, hogy ti mit szeretnétek, mert ugye csináltam úgy, mint Mások, most nem másokat lesz, szóval kidobok termékeket, azt ne vigyed, ha tetszik, ha nem. Én meg akarlak titeket kérdezni, hogy ti mit szeretnétek? Ugye én itt gondoltam pólóra mindenféleképpen, de van még rengeteg minden, ugye lassan sajnos iskola. De például tartó, mit szállnátok hozzá, vagy várjatok gondolkodok, tol. megint iskolai termék, vagy öm, bögre? Vagy ez, nem tudom, vagy, e, na épp ez a lényeg, meg akarlak titeket kérdezni, hogy mire gondoltok. Szóval itt van, itt van a képernyő oldalán egy szavazás kattintsatok oda a kis i betűre, rányomtok, és ott egy szavazás, is. kattintsatok rá arra a termékre, amit ti a legjobban akartok. Továbbá, hogyha a listán nem megtalálható az a termék, amire ti vágytok, akkor nyugodtan kommentbe, nem vagy nyugodtan, kérlek titeket, hogy kommentbe írjátok le. Írjátok le, amit ti szeretnétek. Még egyszer mondom, nekem nagyon fontos a ti véleményetek, úgyhogy légy szíves, segítsetek. Továbbá nyomjatok erre a videó egy lájkot, like minél több a like, annál hamarabb megpróbálom elintézni azt. Tehát, két fontos dolog még a videó elején. Nyomjatok lájkot, like ezzel jelezve, hogy igen, akarunk Jánosi Gergős termékeket, Másodszor pedig a szavazáson ez oldalt. Nyomjátok meg, hogy mit szeretnétek, vagy a komment szekcióban írjátok le, hogy pontosan mire gondoltatok. Minél több a like, annál nagyobb az esély, hogy ez a termék elkészül. Tehát srácok, gyerünk, fogjunk össze, együtt is mutassuk meg a cégnek, akivel fogom csinálni, hogy igen, mi akarunk Jánosi Gergős termékeket, de... Szeretnék egy alapötletet is megmutatni nektek, úgyhogy azért van igazából ez a videó, hogy először is szavazzunk, hogy mit szeretnénk, másodszor is megmutassam, hogy nekem milyen ötletem van, vagy igazából mi az alapkoncepció, és akkor utána együtt kiépítjük. Mert még egyszer szeretném azt, hogy ez egy ilyen közös dolog legyen, hogy ne csak egy termék, amit én oda dobok nektek, hanem együtt megterveztük, együtt hordjuk. Én is fogom hordani, meg ti is. Még akár sorsolás is lehet, hogy az első 10 terméket aláírva elküldöm nektek. Mit szóltok hozzá, azért milyen király lenne. Na, meg is mutatom, mire gondoltam én. Elméletileg itt most láthatok egy kicsit összenyomott képet, ez ne zavarjon meg titeket. Ez egy sima pólótervező tervező oldal, ne zavarjon meg titeket, semmi közük az egészhez, csak őket ismerem, és velük terveztem már, és nagyon jó a pólótervezőjük. Ez egy sima fehér póló, mondom, össze van nyomorítva, ne zavarjon meg titeket, sajnos a képernyő nagysága miatt, meg le kellett vágnom pár dolgot. De ugye van nekem egy logóm, Sokatok számára ismert lehet, mert ugye amikor elkezdtem úgy rendesen foglalkozni a Youtube-bal, akkor kezdtem ezt a logót használni, szeretném ezt a logót megtartani, úgymond tükröz engem. Én terveztem, az úgymond az én szemléletemet tükrözi a kedvenc színemet, a kicsit letisztultságot. Igazából hogy milyen vagyok én? Egyszerű, de nagyszerű. <laughs> Na, fejezzük ezt be. össze a vissza beszélést. Tehát én most ide fel is töltök egy képet, egy másodperc. Itt is van a kép, vagyis elméletileg, igen, feltöltjük a képet. Ugye ez az én logóm, még egyszer mondom, össze van nyomorítva, ez a varjó megitegeti rendesen. Látjátok mondjuk a YouTube logómat, Tehát ez az én logóm, amit szeretnék használni. Az, ez a szélecseg, nem, nem életcsegek. Szóval, szóval itt is van, hát ez egy nagyon alap megoldás, tehát ez egy fehér póló, most képzétek el akármilyen színben ezt a pólót. És szeretnék két opciót, először is szeretném egy ilyen nagy logósat, ha nem is ekkora logósat, de mit tudom én, egy ilyen ekkora logósat itt középen. Vagy a másik opció, hogy itt a szívünknél, van is egy ilyen, hogy szívnél. Tehát, hogy, tehát, hogy itt kicsit nagyobbba. Mit szóltok hozzá? Nagyon béna, egyszerű, vagy melyik a jobb, a nagy középső, vagy a szíves ö, kicsi, vagy esetleg a háton legyen, vagy, vagy hol legyen, vagy legyen valami szöveg, szeretnétek valami szöveget alá, hogy együnk, de nem, az nem olyan jó, együnk, hát. Ö, tehát szeretnétek alá szöveget, igazából én szövegre nem gondoltam, szerintem a logó elég esetleg alá, hogy Jánosi Gergő, vagy, vagy, vagy mit tudom én. Igazából egy nevet is ki kéne találni nektek, mert uh, mert az, lehet, hogy azt jobban rá mert aztán lehetne írni, hogy Gergőfan vagyok, de hát az meg úgy nem hangzik jól. Tehát ki kéne találni egy nevet, esetleg aki kreatív ember is, van jó ötlete, már sokan kerestetek meg, de akinek van jó ötlete, az most írja már le a kommentben szintén, hogy esetleg milyen nevet adjak nektek, amit ráírhatnánk utána a pólóra, vagy bögrére, vagy bármire, de a pólóra, én nem tudom, nekem valamilyen jobban tetszik az itt, a, a, itt ez a középen dolog, nem tudom. Igazából azt tudom, hogy másik videósoknak milyen van, azt tudom, hogy gondolom a logójuk rajta van, Külföldieknek tudom, hogy vannak olyan pólók, hogy a logójuk rajta van, és kész. Tehát már ez a logó számotokra ismert, ugye, esetleg aki nem ismerné fel, ott a J betű is, az egy G betű is egyben, kettő az egyben, a kedvenc színeim ugye kék-fehér, benne van, Öm, nekem ez így középen tetszik, igazából lehet, hogy fehér pólón furcsán mutat, itt talán nézzük, egy piros pólón biztos jobban mutat. Na, na, ez pedig nekem nagyon tetszik. Ez nagyon menő a piros a kékkel középen. Tehát ez nekem tetszik. Itt van Kinga mellettem, neki is tetszik. Szóval ez, 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 ez jó még akár ez a szíves megoldásba is szerintem tök király lenne. Na valami ilyesmire gondoltam, tehát srácok légy szíves, most legyetek kreatívak, számítok rátok, mert ez közös cucc lesz. Még egyszer hangsúlyozom és nem szégyellem, közös terméket szeretnék, amit együtt tudunk hordani, tehát nem magamnak tervezem, hanem magunknak tervezem. De nézzünk még termékeket. Vá, wow, ugye van a bögre, amit mondtam, mit lehet még? Táska! Na táska se rossz, ugye? súli ismét a suli. De például egy ilyen háti táska. Háti zsák, háti táska. Nézzük már meg, hogy néznek ki a logóval, várjatok. Hát jó, mondjuk ez így elég furcsán néz ki, ez a nagy fehér izé ott. Hát ez így, ez így nem tudom. Mondjuk lehet, lehet élőben jól nézni ki, csak ugye a, a, kép miatt az a fehér rész. Jó, értem, nem ilyen fehér az a táskarész, ott, csak hogy oda fogják rányomni. Amúgy még ez is jól néz ki, jó, tudom, nektek össze van nyomva a kép, de szerintem az se rossz. Vagy, vagy mi legyen még? Tehát ugye remélem már szavaztatok, hanem akkor, bocsánat, mindig másik, másik oldalt van a szavazás. Mi lehet még? Ez micsoda? Festővászon? Nem, olyat nem csinálunk. Maci! <laughs> Rénszarvas? Mi van még itt? Konyhai kesztyű esetleg? Vagy, vagy nem tudom, ez a bögre. Ez jó, ez tetszik nekem. Kitűző? Na például kitűző. Egérpad? Kapucsinós bögre? Ezek mind lehetséges. Főzőkötény! Na az azért milyen menü lehet együnk, úgyhogy főzőkötényünk is van. Már össze-vissza beszélek, srácok. Na de tényleg, igazából nagyon, 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 nagyon izgatott vagyok, és hypólva vagyok, mert még tehát erre lehetőségem még soha nem volt életemben, legfőképp úgy, hogy. Úgymond, nem én találtam ki ezt a dolgot, hanem rengetegen kerestek meg, hogy Gergő, lehet venni tőle terméket. Gergő, hol lehet venni terméket tőle? Szeretnék ilyen pólót, bögrét, ö, mi ez? Havas, hógömböt. Nem, így még nem keresztetek meg, hogy szeretnétek hógömböt. De például az a piros póló nekem nagyon tetszett, nem tudom ti, hogy vagytok vele. Tehát ne felejtsétek el a szavazást, kellek szépen titeket, továbbá leírni a saját ötleteiteket, és megpróbálom ezt minél hamarabb ö, megcsináltatni, Azért ez, ez nem kevés idő, ezt meg is kell terveztetni, be is kell szerezni hozzá a cuccot, le is kell szerződni egy céggel, hogy uh, aki árulni fogja, továbbá megpróbálom a legelérhetőbb áron ezt megcsinálni, nem szeretném, hogyha valami nagyon drága lenne, uh, próbálom majd belülni olyan az állat, hogy jó legyen. Továbbá, ha szeretnétek nyereményjátékot, akkor is nyomtok erre a videó egy lájkot, és akkor mondjuk az első 10 pólót vagy bögrét, vagy esetleg mind a kettőt aláírva, kisorsolnám is megnyernétek ez szerintem tök király lenne. Vagy ott is lehet, hogy valami találkozókor azt szétosztogatnám. Nem tudom, tehát azért mondom, ó, ez az edzőtáska sem rossz. Sportáska, János Igergős, edzőterembe járós, miután jó sokat faltunk, edzünk le. Ez még nem is lenne rossz szöveg rá. Együnk után edzünk. Együnk, majd edzünk. E, ez se rossz, itt Kinga mondja, együnk most, edzünk majd. Mondjuk egy sportáska elég érdekesen néz ki. kulcs tartó. ezek mind jöhetnek, vagyis Nekem tetszenek. El tudom képzelni a dolgot. Szóval srácok, nem húzom itt tovább a szót. Tényleg. Nekem tetszett az a, az a piros ö, piros póló rajta a logommal. Remélem nektek is akár pulcsit is lehet, de igazából nyáron a pulcsi annyira nem nem bevett szokás, bevett dolog. Ú, várjátok, vannak itt még a női trikó. Fér ez pont férfi trikó volt. Felnőtt láthatósági mellény. <laughs> Na, ez tök jó lenne, mehetünk is közmunkára együtt! Nem e, igazából biciklizésnél is fontos dolog ez, amúgy ez se rossz ötlet ajándékba bicikliz... óvatosan feliratta. Akár egy ilyen e, ingnyakas, vagy ilyen, hogy mondják ezt, izé pólót is lehet. Kékkel? Amúgy még kékkel se rossz! Ezt pont Kinga mondta, hogy kék-kékkel is, még így is jól néz ki együtt szerintem. Na de tényleg nem húzom tovább a szót, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, ne felejtsetek el szavazni, lájkolni, kommentelni, nagyon fontos, fogjunk össze közös termékekért, és esetleg, ha nem láttatok a felettem lévő videót itt, ezt akkor kattintsatok ide, nézzétek meg, remélem tetszeni fog nektek, nem tudom, miért csinálom ezt, mit akarok felvágni, hogy legyen szép estétek, Sziasztok!